Németh János kultúrakutató dedikált a szakmai nap szünetében. A Závogyán Magdolnával közösen írt Változások vonzásában című könyv most megjelent második kötete a Nemzeti Művelődési Intézet munkásságáról számol be történeti távlatokban. Závogyán Magdolna azt mondta, a legnagyobb kihívás egy közművelődési szakember számára az, hogyan tudja megszólítani a közösségeket a településeken. Én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, hogy ma Magyarországon mind a 3155 településnek van közművelődési szakembere, akik képzett, minimum középfokú végzettségűek, de nekik a munkájának el kell indulni. Nagy részben azért 2000 településen az elmúlt évben indult el az a munka, amit a Nemzeti Művelődési Intézet koordinál, mint módszertani központ, és az a nagy kérdés, hogy meg tudjuk-e szólítani az embereket 2022-ben azzal a kihívással, hogy a kis településekről elmennek a fiatalok, azzal a kihívással, hogy itt a pandémia, azzal a kihívással, hogy az emberek a televízió, az internet világában élnek. Nem könnyű a feladat, de azt gondolom, hogy azok a jó gyakorlatok, amelyek a Kárpát-medencébe akár a 70-es, 80-as években elindultak, és aztán valamilyen módon megrekedtek, vagy azok, amelyek éppen most bontakoznak ki egy kis településen, a fiatalok körében, azok megfelelő módszertani segítséget kapjanak a szakemberek által, és minél több 3-5-10 fős közösség jöjjön létre, mert ők adják majd az adott településnek a kulturális értékét, a hagyományoknak a megőrzését, megélését, és mindazt a színességet, amit a magyar kultúra önmagában értékként hordoz. A közművelődési szakemberek felsőfokú képzésére jelenleg is lehet jelentkezni Magyarországon. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is ott voltak. Többször elhangzott a mai napon is, hogy ugye egy közművelődési szakember az a kovász. Tehát egy településen a kovász. Nyilván nagyon fontos, hogy ismerje a települést, ismerje a település hagyományait, ismerje a településen élők óhajait, kívánságait, igényeit, mi az, ami az értékek mentén, melyek azok a programok, amelyeket ő el tud indítani. Ezek, ami azt gondolom, hogy első körben nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Németh János kultúrakutató elmondta, a pandémia nem csak negatív hatással volt a közösségek és közösségszervezők életére. Sok közművelődési szakember élt az online szakkörök adta lehetőségekkel. Ma például az a helyzet, hogy több tízezer résztvevője van az itt indult szakköreinknek. Van, aki továbbra is használja az online felületet, van, aki ott van a személyes együttlétek a szakköri alkalmain, de ezt a szakkört most úgy próbáljuk felfogni, hogy ez egy olyan közösségkovász. Tehát nem csak az anyag, hogy egy kosarat megtanuljuk fogni gyékényt, hanem az, hogy együtt vannak az emberek, és képesek arra, hogy ezt a fajta emberi közelséget a helyi jólét érdekében működtessék. A szakmai nap egyik legfontosabb üzeneteként a szakemberek azt tartották, hogy ma Magyarországon minden település számára adott a közművelődési szakember államilag támogatott foglalkoztatása, akik a Nemzeti Művelődési Intézet gyakorlati segítségével számos pályázat közül választhatnak a település kulturális életének színesítéséért.